Na, ma ilyen rend legyen, jó? Hat, tizen vagyunk. Jó, én kárgyak. Vegyetek a fel. Most már köszöntöttük egymást. A következő lesz a feladat, hogy megszámoljuk egymást. Egy. Három. Négy. Egy. Három. Négy. Öt. Hat. Egy. Kettő. Most kéne a nevetek! A nevetek! A tyúkok helyére! Kári kittyom édes pinket! Aj! Emel, gyerek és gyere, gyere ide, kullancs! Étel! Mindig megmondom, hogy... Meg szavazzatok, valami szavazás! De nem, nem, de jó! Szavaztasd meg, demokrácia van! Akkor mókuskák! Azt üzente, ó, bányára kell ma mennem! Ó, gondolj, gondolj néha rám! A kiosztod a fiúknak, hogy gyűjtjenek, és te meg neki ezt már rajzolni. Jó? Na. Az erdő királyai. Az erdő királyai. Nekem az is jó. Olyat szeretnék, hogy itt van a ház, ahol laktok, és a legvégére pedig a ferde vízesés fog kerülni, mint az útvég. Jó, és megfigyelni, hol a patak, hol az út, hol az út. Patakot színezzen a Martin, vagy mindegy. Bacsa, vad, jók vagytok, lelkesítsd. Adri mondja, így tovább! Kár, kittyom, édes pinkek, sikerülni fog a kár. Vízes a fű, nincs játék, mert tele van kakában. Csak mi egyszer játszunk újra, mólyoska, fogóská. A cicának nincsen szárnya, de előbb hadd mutatkozzam be azokat, akik még nem ismernek, Fazekas Zoltán vagyok, a Szebényi Polgári Egyesületnek az elnöke, és hát most már évek óta szervezzük nektek ezeket a rokonai versenyeket. A verseny során ugye rádióirányítással fogtok működni, úgyhogy akkor kérném a rádiósokat, hogy jöjjenek ki a készülékekért. Mondd a szélső gombot, amikor azt jönnek. Mamut, mamut, több magak jelentkeznek.
Vettük. Hol van az? Na ez az Kristó, így kell csinálni, ilyen. Igen. Határozottak. Pápai Balázsné, illetve én vagyok itt Kovács Egerős Krisztián, és két állomást hoztunk nektek. Az egyik állomáson az internet veszélyével kapcsolatban fogtok beszélgetni, illetve feladatot megoldani. A másik feladat az egy ilyen bombakutató és hatástalanító feladat lesz. Innen kell indulni minden bomba hatástalanításnál. El kell jutni a bombáig. Csak azért, hogy ne járuljon az idő. Belehányi vagy? Hányi? Csak úgy, ne menj be! Hát de miért akarsz a kerítőt? Valóslegesen csináltam mindenség. Kettő. Kettes, oké. Mamut vétel. T. Nem tudjuk, hogy hol kell menni. Jó, vakuk. Leosztod egyeztetünk. Az mindegy, hogy egy láb vagy két láb. Igen, az mindegy. Csak egy láb legyél. Nem teheti le. De le teheti. Őszintén a rendőrök is hatásra nincsenek. MP3, nem? Jó, ez jó. Jó, ez egy kis van. Menj be, menj be! Áll! Ne rakjátok be! Rúg be! 9, 8, 7, ez az! Fogd le a fát! De eltörik már, égett a rossz. De jó vagy! Z betű, ott is van még egy. Ez a feladat, hogy a padtól futni kell, és 30 másodperced van. Ezen a kis, van egy téglalap, és szalaggal van körbetéve, és azonnan csak egy ember lehet bent. Ha egy ember bemegy, és kihozza a kártyákat, az ér, de ha mindenki bemegy, akkor felrobban rögtön a bomba. Köszönjük a kártyákat, ki kell rakni egy 4 jegyű kódot, és az fogja akadályozni a bombát, hogy felrobbanjon. Mi úgy fejtettük meg, hogy azt mondták, hogy 2 betű és 2 számban. Hát be fogtuk rúgni. Meglátjátok, nem lövöm le a poént, majd meglátjátok, érdekes lesz. A másik pedig egy első fesegély feladat lesz, amit ugye minden polgárőrnek tudni kell. Nyugtattam, maradjatok, hogy minden valamit. Gyere, óvatosan! És az egyik kapura ragnál. Tisz labda. Tovább, menjél! Jobbra, szalamozom, tudod? Jobbra, még jobbra! Itt nem látok sem. Itt nincs, mi hallod? De csak menj tovább, nem baj. Mennyi, majd lesz majd az. Csak keresem. Balra, de nekem így nem tudtad. Balra. Még balra. Hogy kerültem én annyira jobbra? Itt van, látom. Ne gurulj el. Jó, kerüld meg, és akkor visszafele mind a 4 labdát tedd le. Az 3 mínusz eddig. 3 mínusz? Mint a mókus fenn a fán, az úttörő, oly videt. Nyomjál, ez az. Nagyon jó. Egy pillanat alatt a rendőrségen találhatja magát mindenki, és akkor ott észlelnek arra, hogy jesszusom, ez most már nem is játék. A házkutatást Gizike kolléganőmmel fogunk végrehajtani, fogjuk végrehajtani, és le fogjuk foglalni az eszközeiket. Oké, a következő, micsoda telefonarzenál van itt, köszönjük szépen. Itt a következő, Gizike. Ezt is lefoglaljuk. Ez a laptop, ez kié? Ki használja a laptopot? Szeretnénk tudni. Én. Aha. És mi van rajta? Iskolai feladatok és játékok. Jó, hát ezt majd át fogja nézni az igazságügyi szakértő. Minden rendben? Igen, csak valami mászott. Készen van? Nem mászik már? Nem, tudom.
Nagyon-nagyon könnyen áldozattá és elkövetővé válhattak az internet segítségével is. A rendőrséghez fordult ez az édesanya, és képzeljétek el, hogy másnap reggel 8-kor bement az általános iskola igazgatójához, és addig a gyermekét, míg ő bent a tanárral, az osztályfőnökkel, illetve az igazgatóval megbeszélte, hogy mi történt a fiával, hogy a barátok kivetették maguk közül, és most nagyon haragszanak rá, és meg akarják verni. Szerintetek mi történt az osztályteremben? Megverték. Én azt írtam, hogy meg lehet beszélni, nem mondd meg mindent a verekedést. Beszélj meg szépen. Szervusztok, Orcsa vagyok, és köszönjük szépen idén is a meghívást, és vártuk már nagyon. Ennek megfelelően kicsit izgalmasabb feladatra készültünk, mint a korábbi években. Jó, hát bátorság kell hozzá, az biztos. Nagyon jó, eddig jó, csak a közepére lépjél. Közepá. Feszítsd meg a kezed. Nagyon jól csinálod, mint a manekenek. Óvatosan. Középre lépjél, középre, 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 mindig középre! Hat megzítő balesetság részéről. Szili Béla Főanna, hogy a Pécsi Toborzóirodának vagyok beosztott tisztje. És ők egy lövöldözős feladatot. Airsoft lövészet ezt már. Hova kell mennünk? Védelme égetek maguk. Sorba mondom. Erdőkirályai, parkoló, kutatóállomás. Vétel. Vettük vételt. Kinder kommandó, focipálya, bombahatástanítás. Vétel. Pinkek, tűzrakó, internetállomás, vétel, vége. Mamot, mamot, itt a magok, mi hova menjünk? Eltettünk itt a pincsokat, mamut eltettünk, köszönjük. Nagyon jó, vételőség, eltettük, vételőség. A fehérház mögött van az elsőség. Gyertek ide. Kibiztosítom a fegyvert, így van biztosítva. Szememmel belenézek a nézőkébe. Látom benne pont, középütt a célgömnek a csúcsát, és látom benne a célt. Lejjön. Csuhut? Én szeretném minden együttműködő partnernek megköszönni, hogy itt volt. És egy ilyen élménydús napot biztosított a gyerekek számára. Teljesítette a versenyt, gratulálunk! Gratulálok az egész csapatnak, köszönöm! Az Erdő király! Amíg a fészket nézem el mennybe, az én szívem is, mintha üres lenne. Van égőt innan, fels a jobba fáj, üres a fészek, nincs a bója már. Sötét lapon, magas házat, fényes kumarabon, miattak meg házam előtt, arra indulott. Erdő közepében járok, egyszer majd csillagom vezess, én utánam megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találom. Csillagom vezess, én utánam megyek. Itt hiányzik egy lány szem. Ez a csapat maradhat megint 11. évben. Az első, az óbánai faluséta információs táblákról kerest ki az információkat. Falu végéig elgyalog a panka, és onnan indul vissza figyelmesen. Csúdolok!
Mit kell megkeresni? Mi a fazekasok neve? Kettő pontot ér. Kessler István. Fejlesztése 2021? Nem. Jó napot! Nem tudja, hogy milyen díjat kapott Óbányi, és mennyiben. Mikor? Óbányi. Oscar-ról díjat. Mit kukorékolok a Kösö fő utca 36-os ház falán? A puszik. 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 Kéne egy napszínűleg. 6-10-es kerék van egy cefedulában. Így aggódsz értem. A végén nem jövök ballagásra, mi? Jó, inkább lassan, mint én. Hát, ha benne leszek a tévébe. Én inkább itt maradok. Hol látom ki fedd a vizet? Én azt hittem, hogy így esik perdén. Hogy érted? Így van, Krisztalin, ugye 6-ra kaptál csak akkor időpontot Pécsváradra, ha indulunk, 17:30? És mikor indulunk? 17:30. Itt van vége, már a kirátó! Gyerekek, itt a vége! Fuss el véle! Milyen jutalmat osztanak? Ha! Figyelj, ne nyomkodjál, mert leesek. Tér elő az osz! Egy kincs az a kilátó, esküszöm most már tetszik a kilátó. A VB-n általános iskola lesz, csak még nincs ki. Oké. Túra, 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 de szép hosszú túra, a túra közepénél elfáradt a lába. Kriszta néni, gyógyítsa meg, magukat dicsérje meg. Ezt a jó sok versenyt remélem, hogy mi nyerjük meg. Nincsen szárnya, mókuska.
Csodáknak nincsen párja, éljen az erdei súli, éljen a búli. Hull a levél a fáról, üdvözlet óbányáról, az emei iskola nagyon királypőnök. Az ösvényre elmentünk, kilátóra felmentünk, aztán visszasétáltunk a mi táborunkba. Ott felálltak a sátrak, foglaljuk a szobákat, majd jöhetett a vacsi és a kincsvadászat. Pingpongoztunk, fociztunk, kézisztünk, tollasoztunk, és az utolsó napon megyünk úszodába.